Folytatjuk tovább a délelőttöt, mégpedig a szezonális zöldségekről, gyümölcsökről fogunk most beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban a Gasztrohősök Alapítvány egy projektvezetője, Szabó Eszter. Szerbusz, szeretettel köszöntelek. Szia, Kata. Na hát áprilisi szezonális zöldségek, gyümölcsöket hoztunk el mi is ide az asztalra. Melyik az, ami talán a legjellemzőbb erre a szezonra, erre a hónapra? A március-áprilisra szerintem a medvehagyma, az ugye nagyon egy pár éve így robbant be a köztudatba, és azóta nagyon ilyen nagy népszerűségnek örvend, elég ilyen sztár zöldségnek számít szerintem, és az egy nagyon rövid időszakban érhető csak el, ugye ez egy vadon termő hagymafajta, és egy kicsit olyan íze van, mint a fokhagymának, de zöldebb sokkal, és igazából bármibe beletelted, lehet belőle egy ilyen krémleves, de péksütikbe, kenyérbe, főzelékekbe, húsok ízesítéséhez, bármihez lehet használni, és tényleg nagyon finom, ilyen igazi tavasz ízű. És tavasz illatú, mert most itt a stúdiót már beborította a medvehagyma illat. Egyik ismerősöm rakta fel például a közösségi oldalára, hogy Orrfű környékén kirándultak, igen. És ugye az Orrfűre vezető szerpentinen még a nyári időszakban is lehet érezni a medvehagymának az illatát, nagyon jellegzetes, de azért egy valamire oda kell figyelni, hogyha az ember maga gyűjti, így be, van. Maga szedi, az pedig ugye a gyöngyvirággal. A gyöngyvirággal, igen. Igazából, mivel annyira jellegzetes illata van a medvehagymának, és erős, hogy ha odafigyelünk tényleg rá, és nem csak így vaktában szedegetjük, akkor azért ezt ki lehet szűrni, de igen, erre azért oda kell figyelni, hogy a gyöngyvirág levele az nagyjából ugyanígy néz ki. Említetted, hogy krémlevest lehet belőle készíteni, azt hogyan, mi annak a menete, vagy te például hogyan szoktál a medvehagymából levest főzni? Egy kis krumplival lehet, és tejszínnel így felsűríteni, hogy ne csak ez a lé legyen. Meg kell párolni a medvehagymát a zöldségekkel, akár többfajta zöldséget is lehet belerakni, és akkor egy ilyen tömörebb levest kapunk, és utána bármilyen tejszínnel, vagy valami növényi tejszínnel lehet hígítani. Kezdek éhes lenni, igen, elmosolyodtam. Igen, és akkor utána pedig összeturmixolni az egészet, és egy ilyen tök jó friss ízű leves lesz. Mondjuk akkor ez a szezonnak talán a sztárja, a medvehagyma, de azért a friss zöldek is, igen, jellemzőek. Most zöldsalátát, madársalátát, ilyesmit nem hoztunk el az asztalra, de akkor melyek azok a kis saláták, vagy friss zöldek, amik ilyenkor szezonálisak? Ahogy említetted, igen, a madársaláta, a fejes saláta, ami ilyenkor mondjuk egy jó tojásos nokedli mellé a másik olyan szerintem ilyen jellegzetes tavaszi étel, a spenót, a sóska, hogyha ilyen zöldeket említünk, abból ugye a baby spenót, amit salátába is lehet rakni, de én azt gondolom, hogy a sóskát is, hogyha egy ilyen frissebb sóskát találunk, azt is egy salátához hozzá lehet keverni. Savanykás, az savanykás, igen, azért van szerintem mindenkinek a fejében ez a nagyon édes íz, hogyha a sóskáról beszélünk, mert hogy így az iskolában így akarták, azt gondolom, megszeret a gyerekekkel, hogy jól megcukrozták, de ezt így csínyán. Én csínyán bánok vele, inkább legyen egy kicsit ilyen pikáns, savanykás íze. Ugye azért arra figyelni kell, hogy ne cukrozzuk agyon az ételeket. Itt még hoztál nagyon aranyos, mondhatni cuki, mi az újburgonyát, mert hogy ugye ez is most már elindul, most már a piacon, igen, talán lehet így vele van találkozni. Így van, igen. Ezek ilyen tényleg ilyen egészen apró kis krumplik, amikkel csak annyit kell tenni, hogy megmossuk, és utána egy kis olajon megsütjük, petrezselymes krumplinak, de az említett sóska mellé is nagyon jól passzol. Igazából ennek most indul be, így április végén, május elején a szezonja. Mellette pedig ott van rögtön a fehér répa, annak is ugye ezeknek szinte mindig szezonja van a gyökérzöldségeknek. Így van, igen, ezek ugye télen, egész télen nagyon jól tárolhatók, viszont ilyenkor az új verziójuk, az új sárga répa, új, frissebb, zsengébb fehér répa érkezik meg. Van három B betűsünk, a bab, batáta és a burgonya. Hát a batátáról, vagy az az édes burgonya. Az édes burgonya másik neve, így majd van. Ugye a következő beszélgetésünkben lesz szó, de ennek is szezonja van, és szintén a bab
az már több hónapja folyamatosan elmondjuk, hogy az mindig aktuális. Így van, hát ugye a hüvelyesek szárított verziója az igazából egész évben aktuális, és a frissek pedig nyáron érkeznek, azok inkább május, június, július környékén. De hát megjelentek a színek is az asztalon, már talán márciusban is aktuális volt ugye a reteknek a megjelenése, az ugye a húsvéti asztalon mindig szerepel, most ennek már egy kicsit talán sárgásabb a levele, hamar elkókad, de azért még mindig finom. Igen, igen. A retek is olyan, hogy még áprilisban van ez a nagyon friss retek, amiből nagyon finom salátát lehet készíteni, és hogy márciusban azt hiszem, hogy említettem is, a nagyon friss leveléből pedig egy ilyen pikáns pestót lehet készíteni. Hát ennek már sárga, úgyhogy ebből talán nem, de mellette itt van például a karalábé. Azt azon kívül, hogy mondjuk levest készítünk belőle, hogyan lehet még variálni? Főzeléket is lehet belőle készíteni, a petrezselyem zöldjével például, az egy ilyen nagyon friss dolog lesz. És zöld. És zöld, igen, igen, ilyen igazi tavaszi. És én tölteni is szoktam, ilyen töltött karalábét, ilyen szószos karalábés dologgal. Hogyha megvizsgáljuk, mindig közzétesztek képeket a közösségi oldalatokon, ahol nem csak megmutatjátok, hogy mi az, ami szezonális, de le is írjátok, és hát találkoztam számomra ismeretlen alapanyaggal. Nem tudom például, hogy mi az a mizuna, mert hogy szerepelt a listán. Így van, a mizuna az egy salátaféle, egy ilyen kicsit ilyen tépet levelű kis saláta, úgyhogy ez is a zöldek táborát erősíti. És a saláta boglárka is szerepelt a listán, itt pár nappal ezelőtt a tavaszi gyógynövények beszélgetésünkben elsőként a boglárkát említettük, de ezt akkor lehet mondjuk áruházban is vásárolni, vagy ki kell mennünk a domboldalra, a patakpartra és összegyűjteni? Én még nem találkoztam sosem így áruházban, azt gondolom, hogy inkább piacon, vagy tényleg saját magunk gyűjtése által tudunk hozzájutni. Gyümölcsök közül mi az, ami szezonális most áprilisban? Itt én találkoztam már a kollégáknál is, meg üzletekben is az eperrel, de szerintem ez még korai lehet. Van már eper, magyar eper is feltűnik már a piacokon, viszont ez még nem a szabadföldi változata, hanem a fóliás. Én már nem bírtam ki, és megkóstoltam ezt a fóliás verziót, és igazából nagyon-nagyon finom volt. Szóval inkább csak arra kell figyelni, hogy ne az áruházban bedobozolt Görögországból érkező epret válasszuk, hanem próbáljuk meg akkor a kicsit drágább, de legalább itthon termesztett, és tényleg nagyon zamatos hazai édes epret. Édes ez? Nem ilyen vízízű? Általában ilyenkor ezek a szép, pirosan mosolygó eprek ilyen vízízűek szoktak nem, lenni. Nem, ez már ugye fóliában érik meg, nem ez az utóérlelt változat, és nem is ezek az óriási méretű eprek, hanem ezek a kis picik, amikben úgy koncentrálódik az íz. Mondhatjuk, hogy szamóca, akkor igen, magyar igen, szamóca. Hasonló, igen. Az almakörte az szintén a téli tárolás után még mindig aktuális igen. lehet, illetve ha már a zöldekről beszéltünk, akkor említsünk meg itt a pak csojt is, felírjátok, ez is mostanában ugye egyre jobban berobbant a köztudatba, ezzel mondjuk hol találkozhatunk, vagy hogyan fogyaszthatjuk? Szerintem most már piacokon is találkozhatunk vele, ez egy kelféle egyébként, bordás kell, ez a magyar neve, és most már piacokon, ahogy mondtam, megtalálható. Inkább ez az ilyen ázsiai ízvilágú ételekhez passzol, de húsok vagy halak mellé is köretnek nagyon finom. Itt még, ha a zöldeknél tartunk, akkor az asztalon az új hagyma is szerepel, aminek szintén nagyon intenzív az illata. Ezt azon kívül, hogy mondjuk akár szendvicsek mellé, vagy mondjuk reggeli egy rántotta mellé elfogyasztjuk, ajánlod, még bele lehet például keverni mondjuk ezt is főzelékekbe? Igen, főzelékekben is én szoktam vele főzni, úgy, mint ahogy a vörös hagymával télen, ugyanúgy akkor új hagymát karikázok bele, valamint én nagyon szeretem a kisseket, ez egy francia lepény, és abba az új hagyma az
igazából, ha magába csak azt rakok bele, is nagyon-nagyon finom lesz. Akkor fűszerként szolgálhat van, végül is igen. Az újhagyma. Most láthatjuk a képeiteket, itt a szezonális alapanyagokról, a pasztinák is szerepel például, illetve a mogyoró, amiről még nem beszéltünk. Így van, a pasztinák az nagyon hasonlít a fehér répához, és nagyon nehéz szerintem megállapítani, hogy melyik. A pasztináknak egy kicsit ilyen citrusosabb íze van, és ennek igazából inkább télen, ősszel-télen van nagyobb szezonja, és levesekhez sütve, felkockázva is nagyon finom emiatt, a citrusos íz miatt. A magyaró pedig szintén olyan dolog, hogy az olajos magvak is egész évben elállnak, és ezért bármikor ajánljuk a fogyasztásukat. Igen, nagyon hosszú a lista, hogy mennyi szezonális alapanyag van így áprilisban, de talán összefoglalásképpen, ami a legjellemzőbb, az a zöld szín, hogy ilyenkor tényleg berobban a piacokra a zöld szín. Nagyon szépen köszönöm, Eszter, hogy itt voltál velünk, és hát várunk vissza akkor májusban, és akkor már talán még színesebb lesz a paletta. Igen, igen. Addig is jó munkát. Egyre hosszabb lesz, igen, köszönöm.